sok példa egyezik, hát nagy részt a menedzserek és a mérnök informatikusok és a villamos mérnökök között, ezért most is így egybe venném fel a videót. Na most a menedzsereknek ez a 14-es feladat, ez már el is hangzott a 1-es gyakorlatnak a végén. Egy pont egy 10 méter sugarú körön nyugalomból indulva, 2 méter per szekundum nézet tangenciális gyorsulással egyenletesen változó mozgást végez. Mekkora a pont sebessége, gyorsulása, szögsebessége és szöggyorsulása 10 szekundummal az indulás után? Mennyi utat tett meg eddig a pont? Hát valami tömegpont. Oké. Hát jelölöm megint nagy erre akkor a kör sugarán. 10 méter sugarú, ugyanúgy, mint az előadásban, ugye a diákon. És tangenciális gyorsulás komponense 2 méter per szekundum négyzet. 10 szekundum az idő. Hát igen, tényleg. Gondolkoztam, hogy most legyen index nélküli, vagy megadjak egy indexet, és akkor ennek az 1-esnek megfelelően T egy idő pillanatban kell a sebesség, a gyorsulás, szögsebessége, szöggyorsulása és a megtett út. Minden kérdés. Hát rajzolok egyet, így is van itt hely. Induljon mondjuk innen a test. Hát most tegyük föl, hogy olyan nagy a kör, mondjuk nem tudjuk feltenni, mert 10 méternek sugarok. Tehát 10 másodperc alatt, most nem biztos, hogy ez arányos lesz, legyen akkor ez a phi 1. Ennyit fordul el ugye 10 másodperc alatt. Tehát ez lesz a T1 egyenlő 0, ez meg a T1 időpillanat. És akkor a megtett út az ugye itt jelentkezik majd az esély. Ahogy innen elhalad oda, sebesség az ugye, mit mondott, hogy nulláról indul, ugye? Nyugalomból indulva, azért ez fontos. Nyugalomból indulva egy gyorsulói szépen minden másodpercre 2 méter per szekundumban nő a sebesség. Ugye azt mondja ki a tangenciális gyorsulás komponens. Tehát mivel AT az ugye dV per dt, vagyis hogy a sebesség nagysága, ugye ott van, mondjuk pozitív irányba halad, hát miért ne haladjon úgy, mennyit nő másodperceként, most konstans, úgyhogy most végül is csak átszorozunk dt-vel, és mivel konstans, nem kell integrálni, csak azt mondom, hogy delta t az kész. Vagyis a V1 sebességem az úgy fog kinézni, hogy ezt a tangenciális gyorsulást megszorzom ezzel a delta t-vel, a t0 az ugye 0, úgyhogy t1-jel. T1-ből nem kell elvenni semmi. Vagyis 2 méter per szekundum négyzet szorozva 10 szekundum, vagyis 20 méter per szekundum. Hát ez ennyi. Gyorsulás. Na a gyorsulásnál nem olyan egyszerű, mert ugye van neki egy AT komponense, ugye van neki egy AT komponense, ez konstans, meg van neki egy centripetális komponense, ugye ez meg ahogy gyorsul, ugye ilyen nagyobb lesz. Ki kell számolni mind a kettőt, vagyis hát az AT az meg van adva és nem változik, de ki kell számolni ugye ezt a V-nézettel, ezzel az R, a V-vel, és akkor úgy kapjuk meg itt ezt az A1-et.
Hát legalábbis a nagysága kell csak. Tehát az centripetális komponense az ugye V egy négyzet per R. A V egy az 20, tehát akkor ez 400 méter négyzet per szekundum, négyzet az R az meg 10 méter, akkor ez 40 méter per szekundum négyzet. Na de ezzel még nem vagyok kész, mert ugye ez csak a centripetális komponens. Ez meg 2. Tehát akkor kell csinálnom egy Pitagoraszt, hogy a 40-ből meg a 2-ből ugye négyzetösszegekkel meghatározzuk, hogy mekkora ez az A1. Hát én nem is írok egyet, mert ugye ez konstans. Ez úgyis ugyanannyi végig. Tehát gyök alatt 40 méter per szekundum négyzet a négyzeten, meg 2 méter per szekundum négyzet a négyzeten. És akkor kapok belőle egy 40,05-öt, ha jól emlékszem. Hát az a helyzet, hogy mivel az egyik befogó a sokkal hosszabb, mint a másik befogó, ezért olyan jelentősen nem lesz különböző az átfogó, mint a hosszabbik befogó. Oké. Következő kérdés, szögsebesség. Hát ugye láttuk, hogy szögsebesség szorozva a sugárral az megadja a kerületi sebességet, akkor a szögsebességet mondjuk lehetünk számolni, hogy a kerületi sebességet visszaosztom a sugárra. Ezért aztán 20 méter per szekundumot el kell osztani a 10 méterrel, és kapok 2. 1 per szekundumot, ami ugye gondolatban azért radián per szekundum, tehát ennyi radián fordul egy másodperc alatt. Na most mivel az egy radián az mennyi, olyan 60 fok körül majdnem, vagy 59, vagy valami ilyesmi. Hát igen, a 180 az a 3,14, akkor 59 valamennyi, vagy 58 valamennyi. Egy másodperc alatt két radiánt fordul, az már ugye, hát 10 másodperc alatt több mint egy kört megtenni, az biztos. Tehát az ábra, ahogy az elején már mondtam, ugye nem méretarányos. Oké. Na, a szöggyorsulás, ott pedig azt lehet felhasználni, hogy a gyorsulás, az a szöggyorsulás szorozva a sugár. Ha visszafelé akarom, akkor meg a gyorsulást elosztom. Vagyis a tangenciális gyorsulás az a szöggyorsulás szorozva a sugár. Tehát akkor a tangenciális gyorsulást felosztom a sugárral. Itt most feleslegesen írtam azt, hogy beta 1, mert ha a tangenciális gyorsulás konstans, akkor ami tőle függ, az a béta, a szöggyorsulás, az is konstans természetesen. Tehát ezt a 2 méter per szekundumot, négyzetet, el kell osztani a 10 méterrel, és kapok 0,2 1 per szekundum négyzetet, mint ahogy kell a bétára. Rendben. És akkor nézzük a megtett utat. Hát itt nagyon sokféle módon lehet. Megcsinálhatjuk úgy, hogy ugye AT per 2 T négyzet. Megcsinálhatjuk úgy, hogy egyenletesen nő nulláról a sebesség 20-ra, tehát az átlag sebesség 10, és akkor megszorozom a 10 másodperccel, és akkor a 100 méter. Megcsinálhatjuk úgy, hogy kiszámoljuk, hogy mennyi szöget fordul el, ugye vagy a bétából, hogy 1/2 bétászor t négyzet meg, hát végülis az omega az nulla kezdetben, tehát 1/2 bétászor t négyzet, és aztán azt megszorozzuk sugárral, és az is megadja, hogy mennyi.
Hát most azért, hogy gyakoroljuk ugye ezt, hogy itt legyen az AT per 2 T1 négyzetessel csináljuk. Hát itt még lenne ugye egy plusz V0 T. Ennek nullája nincsen, ugye hát azért úgy kezdjük el mérni, hogy pont ugye ívhoz, vagy a megtett út ugye az nulláról induljon. Ha mondjuk valami koordináta lenne, akkor annak lehetne egy kezdőértéke. Itt mivel nincsen kezdeti sebesség, ezért ez az egy tagon is kész. Az AT per 2, az a 2 per 2, az ugye 1 méter per szekundum négyzet, és szorozva 10 szekundum a négyzeten. 100 méter. Tehát igen, az átlag sebesség, mivel egyenletesen változik a sebesség, akkor mindig lehet ezt alkalmazni. Ha egyenletesen változik a sebesség egy időintervallumban, akkor az átlag az mindig a időintervallum kezdetén lévő, meg a végén lévő számtani közepe. Vagyis a nullának meg a 20-nak a számtani közepe is 10. Hogyha elosztjuk most ugye ezt a teljes S-et, elosztom a teljes idővel, a százat el kell osztani a 10 másodperccel, úgyhogy az átlag sebességünk az az lenne, ez nem vektoriál, hanem az átlagnak a vonása. Ugye S1-et elosztom a T1-jel, vagyis 100 méter per 10 szekundum, vagyis 10 méter per szekundum. Tehát igen, a nullának meg a 20-nak a számtani közepe. Jó, ez a 24-es feladat, vagy menedzsereknek a 26-os feladat. A múltkor elfelejtettem felírni a házit, úgyhogy most felírtam ide a menedzsereknek is, hogy az ő példatárukba. A jövőre már szerintem egyesítem a példatárukat, hogy nekem így mások számot, de most még egyelőre így van sajnos. Tehát nekik ez a feladat, a házi feladat, itt pedig ez. Ugye mindig a rákövetkező hétnek a péntek reggel 8 óra az a határidő, nem azonos hét, mert ugye egy kicsit korán lenne. Oké, tehát ez a 24-es az a menedzsereknek a 26-os. Így. És akkor megint felolvasom a példatárat, ugye ki melyik kurzusra jár, le tudja szépen tölteni. És akkor abban tudja követni például az ábrát, de hát szerintem elég jól felolvasom itt is, akkor mindjárt meg is rajzolom az ábrát hozzá. Tehát az első feladat ma a fenti ábrán az alsó lejtő alfegyelő 70 fokos, a felső pedig B-tegyelő 20 fokos szöget zárt be a vízszintessel. A felső testtömege nagy M egyenlő 2 kg, az alsó kis M egyenlő 1 kg, a kötél és a csiga súlytalan. Az M test és a lejtő közti súlyozás írható mű 1 egyenlő 0,5, az alsó test és lejtő között mű 2 egyenlő 0,1. Mekkora a testek gyorsulása? Hát, mivel össze vannak kötve egy fonállal, ami ugye nem tud nyúlni, ezért minden pillanatban ugye azonos sebességgel kell, hogy haladjanak, minden pillanatban a gyorsulásuk meg fog egyezni. És mivel ez a kötél súlytalan, azt mondják, meg a csiga is, ezért aztán ugye nem kell amiatt aggódni, hogy a csigának a forgatása, ugye ott a forgatónyomatéből, ez már meg később lesz, de most az a lényeg, hogy nem kell amiatt aggódni, meg hogy a kötél súlya miatt valami plusz tehetetlenség fellépne, hogy a csiga súlya miatt, a tömege miatt. Úgyhogy ilyen szempontból egyszerű a feladat. Tehát van nekünk egy 70 fokunk, aztán majd az ábrán lehet látni, meg egy 20 fokunk, és van a nagy M tömeg, az 2 kg, és a kis M az 1 kg. Kötél és a csiga súlytalan, a nagy M és a lejtő közti súlyozásítható, ugye csúszik, tehát ez csúszási súlyozásítható, 0,5, a másik pedig 0,1.
ez a sikamlósnak az alsó lejét, úgy látszik. Na, próbálom felrajzolni, hogy jól igen. Ez az egyik lejtő. Itt van neki ez a béta. Ez meg a meredekebb lejtő. És akkor ennek meg itt az alfa szög. Itt van egy ilyen csiga. És ez a nagy ilyen tömegű test. A zsinór az ugye összeköti a nagy emmet a kis emmel. Így. És akkor... Ja. A gyorsulást kell kiszámolni. Először is jelöljük be ugye az erőket. Mindenhol oda teszem a nyilat, a támadás pontjába, nagyjából, és a tudásnál most, hogy hol támad az valahol odarakon, és a, hát próbálok a különböző színeket válogatni. Most akkor először kezdjük ugye a súlyerővel, a test középpontjába berajzolom, és akkor ennek a nagysága ugye M szer G. Oké. Hasonlóan a másik hét, kis M szer G. Eddig már jó. Ugye tudjuk, hogy elfelé megy mind a kettő, ezért aztán, ha a súrlódás erőt akarom, az ugye ezzel ellen fog hatni. Úgy látszik, hogy ezt hívják ugye egyesnek itt, mert műegy ugye a nagy test és a lejtő között, akkor ezt hívjuk Fs1-nek, ez pedig Fs2-nek. Így. És akkor a lejtő természetesen kifejt egy tartóerőt mind a kettőre, hogy ne menjen bele a lejtőbe. Ezt akkor ide beülöm, hogy FT1, ez pedig, hogy FT2. Ez az erő, ez a tartóerő, ez ugye a lejtőre merőleges mindenféleképpen. Tehát mégis a lejtő által kifejtett teljes erő az ugye ez még a súrlódás, de ez a tartóerő komponens, ami ugye a kényszererő, azt megakadályozza a dolgot, hogy belemenjen a lejtőbe a test, az mindig merőleges a lejtőre. Tehát még hogyha súrlódás mentes is lenne, ez akkor is ott lenne, hogy ne menjen már be a lejtőbe. Jó, és akkor elvileg már majdnem minden megvan, de a kötélnek ugye kötélenőjét még be kell rajzolni. Ugye, ha ez vezet, akkor ugye ennél a kötélnél fogva húzza a másikat, tehát akkor itt ezt kötélenőt berajzolok ide. És akkor itt jön be az, hogy ha a kötél az súlytalan, elmegohatjuk a súlyát, akkor ugye a kötélnek magának a gyorsításához nem kell pluszerő, tehát hogyha ugye ez nehéz kötél lenne, akkor itt nagyobb erővel kéne húzni, mint amivel a kötél ugye bírja itt húzni a végén, mert a kötél gyorsítására is kell erő. De mivel most elhanyagolhatjuk a kötélnek a súlyát, ezért aztán ez a kötélerő ugyanakkora itt. Csak hát természetesen ellentétes irányú, mert ugye ez a test húzza a kötelet, a kötél húzza ő, ugye hatás-ellenhatás törvény, Newton harmadik axiomája. Rendben, fölrajzoltam akkor mindent. Ezt egyszer nézzük meg, hogy külön fogom venni a testeket. Erre a testre is fölírom a dinamika alapegyenletét, hogy F eredő egyenlő M-szer A, mint vektor. Meg erre is. Ugye látszik, hogy itt azért a síkban, tehát két dimenzióban össze-vissza vannak erő, ezért nem úszom meg, hogy ennek a vektoregyenletnek ugye két komponensét fel kelljen írni. Tehát ezt fogom én használni, hogy M-szer A egyenlő eredő erő.
Na és akkor a két testet külön fogom fölírni. Általában egy lejtőnél úgy veszük fel a koordinátarendszert, hogy mondjuk az X az legyen párhuzamos a lejtővel, az Y meg megüveges rá. Itt most, mivel a két testet külön-külön írkálom ezt föl, adja magát, hogy egymástól függetlenül adja magát, hogy külön koordinátorrendszert használják. Tehát ez nem egy ilyen XY, de ez nem egy X vesző, Y vesző. Hogy azért itt is megöleges és párhuzamos is megölegesre bontsam föl, meg itt is. Tehát a koordinátorrendszeremnek úgy veszem föl, hogy így. XY, itt pedig X vesző, Y vesző. És amit majd használni fogok, ugye, hogy az az A gyorsulás, amit keresek, az itt ugye ennek az X komponensének lesz, ugye, mert Y-ban is gyorsulás. Direkt azért így bontok fel, hogy a gyorsulás az ugye csak erre lesz. Itt meg ugye ugyanaz a gyorsulás lesz, ugyanaz az A, csak itt ugye X vesző komponensként fog szerepelni. Tehát a csigának a szerepe az, hogy ezt az X-tengelyt úgy van, most ezt ilyen nagyon mondjára mondom, hogy így megtöri ezt az X-tengelyt, és akkor magát az erőt, ugye az erő irányát azt úgy meg tudja törni. Tehát például a csigával, ha valamit fel akarok emelni, ugye a csigával meg tudom azt tenni, hogy ahelyett, hogy emelnem kéne a sérvet kapni, rá tudok csimpaszkodni, és akkor az át, a csigán átvezetett kötél az én lefele irányuló erőmet átalakítja, hogy felfele irányuló erő legyen ott másik oldalán. Jó, tehát itt meg itt nem teljesen 180 fokból alakítja át ugye ezt az erőt, ezt a kötélerőt, de így egy ilyen törést belevisz. Oké, tehát először is azt beszéljük meg itt külön, másnagyit úgy sincs hely, hogy egy alfa, vagy akkor legyen ez a beta, vagy az a felső, hogyha itt van az a nagy M test, csak azért ne ide rajzoljam, mert olyan sok minden van. Ugye, ha itt van ez az MSZRG erő, akkor ugye nagyon jó ez a felbontás, mert valaki csak X irányba lesz. Most az, hogy negatív X irányba van, vagy pozitív, az ugye egy mínusz le tudok írni, azzal nincs gond. Ez meg ugye csak Y irányba, de van itt azért egy olyan, amelyik sréban van, ugye az MG, azt az egy vektort kell, vagy azt az egy erőt kell felbontanom párhuzamos komponensre, meg megüveges komponensre. És akkor most egyszer ezt nézzük már meg, hogy ugye, hogy van ez a felbontás. Ugye így szeretném ezt felbontani, hogy párhuzamos komponens, meg megüveges komponens. Na most, látható, hogy ha ezt meghosszabbítom, az megüveges lesz erre. Ez pedig merüleges erre, tehát ez meg ez merüleges szárú szöge, tehát itt is megjelenik egy béta. Nem akartam leírni a bétát, mert kicsi a hely, egyenlőtjel szögekre. Na most, hogyha ugye ezt akarom meg ezt, az egész szemszergé az az átfogó, ez a szög melletti befogó, ez meg a szöggel szemközti befogó. A szög melletti befogót úgy kell ugye számolni, hogy átfogó szorozva koszínusz, a szöggel szemközti meg átfogó szorozva színusz. Tehát ez itt, ez a komponens mszergészszer színusz, most béta van, nem alfa, ez nem ugye mszergészszer koszínusz béta. Na, ezt egyszer megbeszéltük, és akkor remélhetőleg majd mindenki mindig emlékszik rá. Hát, ha esetleg, hogy melyik a színusz, melyik a koszínusz, képzeljük el mondjuk a 0 fokot, vagy a 90 fokot, és akkor mondjuk egy falra oda teszek egy testet, ugye az az MG, az a lejtőre merüleges komponens, vagyis a falra merüleges komponens lesz, vagy a lejtőre párhuzamos. Ugye a színusz 90 lesz az 1, tehát az egész MG az most a párhuzamos lesz, ha egy falról beszélek. Ha viszont egy 0 fokos asztallapra teszem oda, tehát 0 fokos lejtő, akkor meg a merüleges komponensnek kell magának az egész MG-nek lennie, ugye, és koszínusz 0 az meg 1. Tehát nagyon gyorsan, hogyha valaki nem nézik, hogy melyik a színusz, melyik a koszínusz, egy ennyivel gyorsan el lehet dönteni, vagy akár rajzolni egy ilyet, és akkor egyből látszódik. Oké, tehát írjuk föl szépen a nagy M testre.
ez most egy általános egyenlet, ugye, elvileg három dimenzióban ez a vektor egyenlet három egyenletet jelent. M szer A x egyenlő f eredő x, M szer A y egyenlő f eredő y, M szer A z egyenlő f eredő z. Még jó, hogy nincs több dimenzió, ugye nem ilyen a húzelmélet, hogy 11 dimenzió vagy mennyi van, és akkor vizsgálhatnánk ezt 11 egyenletet. Tehát a nagy M tömegre írom az x egyenletemet, nagy M szer A, ezt az A-t keresem, ugye? Egyenlő, x irányban mi van pozitív? Ennek az F kötélerűnek az egésze pozitív, és ennek az MG-nek ugye a szorszínusz az is pozitív, tehát ezeket leírom plusszal, F kötél, meg M szer G szer színusz és béta van ott fönt. A súrlódás viszont párhuzamos, de ehhez képest ellentétes, tehát ez negatív vagy. Jó, hogy előre csak annyit tudok, hogy mínusz F-es rejtezik. Az Y komponens pedig úgy fog kinézni, hogy ami felfelé, tehát Y-ban ugye nincsen gyorsulás, ezért az M szer A az M szer 0. Vagyis M szer A Y, az ugye M szer 0, az A X, az meg maga ez az A, amit keresünk. Egyenlő. Tehát van egy tartóerő felfele, meg egy MG koszinusz bétánk lefele. Tehát FT1 minusz MG koszinusz béta az egyenlő 0. Jó, tehát ez pozitív. Ennek ugye ez a komponense viszont negatív. Na hát, innen annyit már egyből föl lehet írni, hogy mert ugye most a súrlódás miatt szükségünk lesz arra, hogy a lejtő felületét, meg a test felületét milyen erő nyomja össze. Tehát a nyomóerő. Ugye már a súrlódás erő az mű egyszer itt meg mű kettőször, a felületeket összenyomó erő. A csúszási súrlódásnak ugye az értéke az fix, az már műször nyomóerő az kész. Na most itt természetesen a nyomóerő a felületek között ez az FT1 lesz. Úgyhogy ha innen kifejezzük az FT1-et, azt fogjuk majd tudni a súrlódás erőben használni, hogy ez a nyomóerő. És akkor ennek segítségével most már beírhatunk a súrlódás erő helyére, hogy mű egyszer mg koszinusz béta. Tehát ezt az x egyenletet leírom még egyszer. Hát egyébként használjuk a képet. És akkor a két egyenletekből egy egyenleté konszolidáltam itt a dolgokat. M szer A egyenlő FK plusz MG színusz beta minusz mű 1 szer MG koszínusz beta. Így mi? És akkor a másikat nézzük más színnel, hogy pirossal. A kisem test, és akkor ugye ezt az egyenletet fogjuk majd használni, meg a másikból is csinálok egy egyet majd. De először nézzük ugye ennek az x vesző komponense, hát a végén az egyeneteket már nem fogja érdekelni, ugye, hogy x vesző komponens volt, vagy x komponens volt, van egy egyenleten, benne lesz A, benne lesz még valami, igen, két egyenleten, ez ugye FK lesz benne ismeretlen, meg az A. És akkor onnantól kezdve már csak matematikailag kell majd alakítani, hogy ki jöjjön. Hát egyből ugye az FK-t azt majd ki fogom ejteni onnan. Oké, kis M szer A, ugyanaz az A, itt jön be a kötélnek a gyújthatatlansága, és pozitív itt egyedül egy van, hogy a gravitáció szeretné, hogy menjen lefele, de a kötél is húzza vissza, meg a súrlódás is ellentétesen van. Úgyhogy mg színusz, most ez itt alfa, ugye egy kicsi a súrlódás, meg nagy összög, úgyhogy mégiscsak tud nyerni ez a gravitáció. És akkor vonjuk a kötélerőt is, meg vonjuk a
súrlódás erő. Igen, aki rutinos, az már egyből ír, hogyha ide a súrlódás erő, mű kettőször mg koszinusz alfa, de nézzük meg, hogy az miből jön ki. Ugye az y vesző komponensből. Megint direkt azért van úgy véve, hogy a merőleges legyen ugye az y vesző, hogy nulla ott a, vagy abban az irányban nulla gyorsulás van, ugye? Tehát se a lejtőben nem gyorsul bele, se a lejtőből nem jön, vagy nem ugrik el. És akkor ez pedig, ugye van neki ez a tartóerő 2 pozitív, és a mg koszinusz alfa lesz a negatív, mert az így befele fog hatni. Ft2 minusz mg koszinusz alfa. És igen, ebből a második egyenletből lehet látni egyből, hogy az a tartóerő, ami ugye a fölleteket összenyomó erő, az mg koszinusz alfa, ezért aztán ide a súrlódás erő helyére beírhatom azt, hogy mű kettőször mg koszinusz alfa. Tehát az x vesző egyenletet, ha leírom még egyszer, akkor az kis mcá egyenlő mg színusz alfa mínusz f kötél mínusz mű 2 mg koszinusz alfa. Így. Oké. Ami két egyenlet engem érdekel, az ez, meg ez. Ugye mert mind a kettő helyen, a nagy ennél is, kis ennél is, a két egyenletből csináltam egyet, tehát az y meg y vesző egyenletek azok csak arra kellettek, hogy a súrlódás erőt azt meg tudjam mondani, hogy mekkora. Vagyis hát arra használtam őket. Na, mivel a kötélerőt nem kérdezik, utólag ki lehet számolni, hogyha visszajövök, azt visszahelyettesítem, ha már az A megvan, az A visszahelyettesítve, és akkor már csak az meg. De most a kötélerőt nem kérdezik, akkor nem nézünk plusz munkát. Azt akarom kiejteni. Na most lehet látni egyből, hogy a legjobb módja a kiejtésének, ha a két egyenletet összeadom egymással. Ugye itt az A-t ki lehet emelni, összeadom a két tömeget, itt pedig a mínusz FK meg a plusz FK az egyből üti egymást. Tehát összeadjuk a két egyenletet. Kiemelem az A-t, és akkor marad kis M plusz nagy M. Akkor elkezdem végigírkálni. Meg itt is csak az FK-t kell kihagyni. Hát az MG-t kiemelek. És akkor marad egy színusz béta mínusz mű egyszer koszínusz béta. Itt pedig kiemelek egy kis MG-t. Tehát plusz kis MG az akkor színusz béta alfa mínusz mű kettőször koszinusz alfa. Jó, úgy emlékszem, hogy ide belefért még a képbe, úgyhogy akkor itt folytatom. Ez az ismeretlen A megszorozva a két tömeg összegével, ami 3 kg. És akkor ez egyenlő. A nagy MG, most legyen már a G az 10 méter per szekundum négyzet, és akkor amikor a 2 kg-ot megszorozom a 10 méter per szekundum négyzettel, az 20 newton. Jó? Tehát a súlya a nagy testnek az 20 newton. Úgyhogy ezt kiemelem. És írom tovább, hogy színusz beta, hát ki tudja az mennyi, majd be kell pötyögni. Tehát színusz 20 mínusz a mű 1 az 0,5 szorozva koszinusz 20 fok. És akkor itt van a kis testnek a súlya, az MG-je, az akkor 1x10, az 10 newton, vagy 9,8 newton lenne precízen, ugye? De most hagyjuk. És akkor színusz 70. Igen. Színusz 70 fok. Mínusz 0,1-szer koszínusz 70 fok. Jaj, de jó, kifér. Na most,
egy számológép, arra kell figyelni, hogy radiánból, de nem tudom, miért valakinek radiánból számológépe, 2,123 méter per szekund nézett a végén. Na most várjunk, hogy itt, ahogy megcsináltam, 10-nek vette le a gép, vagy 9,8-nak. Előfordulhat, hogyha valaki ezt majd így megcsinálja, akkor nem pont ennyi jön ki. Itt például 106-60, ugye? Hogyha valaki majd megnézi, hogy 9,8-at beír a 10 helyet, akkor valószínű úgy jön ki az a 2,166. De hát most ezért a ZH-ban nem gondolnék le pontot, hogy valaki 10-zel számolja a gép, vagy 9,8-al. Ha csak annyi a hiba, akkor már az jó. Rendben. Tehát a dinamika alapegyenletének a használatára van ez a feladat. Megbeszéltük akkor, hogyan kell a súlyerőt felmondani a lejtő mozgó test esetében, és két testet külön-külön néztük meg, hogy az ő gyorsulása ugye a ráható erőknek a függvénye, ennek a gyorsulása meg az ő ráható erőknek a függvénye. Jó, hát egyszer ez az ember volt a kisem, itt egyszer meg ugye ennél a nagyem. Jó, hát sajnos járni, ami szépen felejtett az állát neked tőlem, mert nézni kell a következő feladatot. Jó, ezt letörgöm, mert ezt megbeszéltük. Ezt is megbeszéltük, elmondtam, és akkor ez a kettő itt megvan. Ezt is letörgöm, hogy ne zavarjon be. Így. És akkor csak azért, hogy most a menedzserek legyenek előnyben, nézzük meg ezt az utolsó példájukat nekik, a harmadik példát, és akkor a, hát mondjuk, nem mondanám, hogy ez nem fontos, vagy nem hasznos a többieknek, de aki úgy gondolja, az nyugodtan, akkor nyomja meg a gombot, hogy átugorjon majd ide a 19-es feladatra. Akinek van egy kis ideje, nézze meg ezt a 48-as feladatot is. Tehát ez a BM48-as feladat. Akkor a menedzsereknek megkeresem a példasorát. Egyébként meg szerintem is itt benne van. Hát nem mondjuk, meg tovább meg. Ha egyszer már sorba rakom még a feladatokat is. 48-as ott is. Az érdekes. Ha persze, mivel ez a menedzsereké. Itt meg a 38-as a másiknál. Jó. Tehát olvasom. 48. Egy autó 90 km-ből a sebességgel közelít egy 20 méter sugarú kanyarhoz. Amikor a sofőr észreveszi a kanyart, a fékezésre már csak 1,6 szekundi ideje marad. Ez már nem tartalmazza a reakcióidő, tehát effektív fékezés, vagy nettó. Mekkora a sulódás írható, ha a kocsi éppen be tud kanyarodni? Hát ez egy elég fontos feladat, ha valaki autóval megy valahova, hogy nem tud-e fékezni, de tud-e kanyarodni. Tehát a kezdő sebesség az 90 km per óra. Ugye ezt mindjárt át fogjuk váltani 3,6-tal leosztva, hogy megkapjuk méter per szekundumba. És a kanyarnak a sugara az 20 méter. És T fékezés az 1,6 szekundum.
mekkora súlyozásra jutható? Hát minimum, ugye, mert ha nagyobb az jó, csak kisebb nem lehet. Tehát a kritikus értéket keressük, amikor még éppen be tud kanyarodni az autó. Hát ezt nem tudom így számokra leírni, hogy éppen be tud kanyarodni, úgyhogy ezt így megérdezzük, hogy az a feltétel, hogy be tud kanyarodni. Na most, amikor egy autó kanyarodik, meg amikor fékezik, ugye lehet úgy, hogy csúszókerékkel, kanyarodni is lehet úgy, hogy ugye így csúszik szinte, de mivel a tapadási súlyozási hatása az mindig nagyobb, mint a csúszási, ezért ugye nem véletlenül van az ABS, úgy szeretne fékezni az autó, hogy a kerék az még gördüljön, egyrészt akkor még kormányozni is lehet, ugye, és ne csúszson, mert akkor meg már csak csúszik, amerre csúszik. Tehát csúszás határon, vagyis a tapadás és súlyozásainak a csúcsértékével, lehet, hogy legnagyobb értékével fékeződjön vagy kanyarodjon, de még ne csúszson meg, mert akkor ugye lecsökken az együttható, mert a csúszás az mindig kisebb, mint a tapadási. Ezért aztán, amit keresünk, az a tapadási és súlyozási együtthatónak a legkisebb értéke. A tapadási súlyozási erő az nem olyan, mint a csúszási, mert a csúszási az mindig egy fix értéken van. A tapadási az valójában egy kényszererő, mert ugye a felület, két felület megcsúszását akarja megakadályozni. Na most, hogyha én egyáltalán nem próbálom csúsztatni a felületeket, ugye ha nem nyomom meg ezt az asztalt, akkor nem kell tapadási súlyozási erőnek hatni. Ha egy picikét nyomom meg, akkor egy picikének kell hatni. Ha nagyobban megy, ha jobban megnyomom, akkor nagyobb. Tehát és van egy max értéke, ugye, amikor már ha annál nagyobb erővel nyom, akkor megcsúszom. Tehát a tapadási súlyozásnak ezt a maximális értékét tudjuk kiszámolni. Az, hogy éppen mennyi, az ugye attól függ, hogy a kényszerfeltétel, és hogy ne csúszom meg a felület, mennyit ír elő. Ha túl sokat ír elő, ami több, mint a csúcsérték, akkor meg fog csúszni. Na, itt van ez a... Innen indul. Eddig a pontig tud fékezni, és akkor innen meg kanyarodik. Jó. Na most, ki tudjuk számolni, hogy egy ilyen autó ami így halad, az milyen gyorsulást tud létrehozni a fékezés. Mert ugye lesz neki ez a súrlódási erő, ami fékez, van neki a súlya, és van neki itt ez a tartóerő. Na most, ha ugyanúgy, ugye a gyorsulás az meg természetesen erre felé fog mutatni. Akkor átteszek már egy kicsit vektort. Oké. Tehát erre ugyanúgy föl tudom írni, hogy M-szer A egyenlő F erő. És akkor most XY-lányban felbontva és direkt úgy csinálom, hogy negatív lesz a gyorsulás, hogy érzékeltessem, ugye, hogy csökken a sebesség. Itt ez az M-szer A, akkor ha arra vettem az X-et, azt kéne akkor pozitívnak írni, ugye, amelyik arra mutat, de olyan nincsen, akkor csak ez mondja, ez a mínusz F-es. És az Y-lányok pedig fölfele F, télfele NG. Tehát nulla a gyorsulás ebből az irányba,
FT minusz MG. Ugye ugyanúgy, hogy az előző feladatban ebből látjuk egyből, hogy a felületeket összenyomó erő az most a kocsi súlya. Most nagyon meglepődtünk ugye, hogy az autó saját súlyával nyomódni kell a talajra. És akkor a föltözött, hogy a négy kerék egyenletesen fékez, akkor ugye azért nem rajzoltam úgy, hogy a kereket egyenként ugye érintkezzenek, mert akkor most még nézzük egyenként, ugye? Tehát így, mintha egy sík felületű test lenne, az kész. Jó, és akkor innen a súrlódás előtt, akkor fel tudjuk írni, hogy műször MG. Egyszerűsítünk szépen a tömeggel, és azt kapjuk, hogy tömegtől függetlenül egy olyan autó, amelyik ez a saját súlya nyomja a talajra, feltétlenül nincsen leszorító erőben, ugye a fordulóintés, hogy ilyen autóknál van, a gyorsulása, vagy hát mondhatnám, hogy AX, ugye, vagy lehessen negatív, az mínusz műször G. Tehát ha a mű az mondjuk 0,1, akkor a gravitációs gyorsulásnak az 1/10-ével tudja csökkenteni a sebességét minden másodperc, vagy hogyha gyorsítani akar és összkerék meghajtású, akkor meg ugye azzal, mert most ugye fékezni tudja minden négy kerekét, de hogyha nem összkerék meghajtású, akkor nem tudna gyorsítani minden kerékkel. Oké, tehát megvan itt nekünk a gyorsulásunk, de ugye G-nek a függvényében, mert a műt azt nem tudjuk. És épp itt jön be az, hogy akkor, ha kiszámolom, hogy erről a vénum sebességről ugye milyen sebességre tud itt lelassítani, ugye mint ez V1, akkor hát ugye megvan mennyi ideig fékez, és megvan mennyi a gyorsulás. Ez azt jelenti, hogy minden másodpercben ezzel a műszer G-vel csökken a sebessége, ugye már negatív a gyorsulás. Tehát a V1-et azt fel tudunk írni, hogy ugye V0 meg A szor T, de az A az meg mínusz mű G, tehát V0 mínusz mű G szer T. Fékezés. Na és akkor ugyanez a súrlódás erő, ha kanyarodik az autó, akkor ugye így befelé fog hatni. Ugyanez a, hát a nagyságát tekintve műszer M-szer G. A gravitáció meg a tartóerő azok kiejtik egymást, úgyhogy hát ugyanúgy mint itt ugye, és amikor kanyarodik, akkor a ugyanúgy vízszintes irányba M-szer A, ami most a centripetális gyorsulás lesz, az egyenlő az eredő erővel, de ugye ennek a súrlódásnak lesz a kritikus értéke ez az erő. Tehát a kanyarodásnál ez lesz az eredő erőnek a nagysága, mert a másik két komponens ugye függőlegesen a lefelé ható súlyerő, meg a felfelé ható tartóerő, azok kiejtik egymást, és akkor ez egy centripetális erő lesz, mert ugye amikor kanyarodik, ez az erő, ez mindig a kör középpontjába fog mutatni, hogy azt a kör középpontjába mutató gyorsulást létre tudja hozni, aminek hatására egyenletes körmozgást fog végezni az autó, ezzel a sebességgel. A nagysága a sebességnek az a konstans lesz, ugye, mert idáig fékez, innentől már csak kanyarodik. Jó? Ha még fékezni vagy gyorsítani is akarnak kanyarba, akkor ugye az megnövelni a gyorsulást, és akkor megnövelni a szükséges súrlódás erőt. Tehát amikor valaki már csúszás határon kanyarodik, akkor abban nem szabad belefékezni, vagy ott belegyorsítani próbálni, mert akkor egyből kicsúszik az autó. Megcsúszik. Oké, tehát a kanyarodásnál
sugárirányú komponenst írom, akkor most csak az Fs, vagyis műszeremszer G, az egyenlő lesz, ugye ez az eredő erő, és ez egyenlő M-szer A-val, vagyis M-szer V1 négyzet per R-rel. Ugye ez a centripetális gyorsulás. Lehet, hogy először leírom úgy, hogy ACT, A-val, és akkor így. Lehet látni, hogy M-mel végig lehet osztani, és akkor ami marad, az műször G, az egyenlő V1 négyzet per R. Hát nem egy nagy meglepetés, ugye, a gumi ennyi gyorsulást bír létrehozni, műször G. Na most ezt lehet használni arra, hogy fékezzek, lehet használni arra, hogy gyorsítsak, vagy lehet használni arra, hogy kanyarodjak. Vagy lehet arra is használni, hogy kanyarba gyorsítsak és fékezzek, de akkor ugye ott a tangenciális, meg centripetális komponensének a négyzet összegét össze kell adni a gyorsulásnak, hogyha már ilyen nem egyenletes körmozgást csinálnak, hanem valami gyorsuló körmozgást, vagy lassuló körmozgást. Na, akkor itt átszorzok, műször G-szer R, az egyenlő, és akkor a V1 helyére beírom ezt, hogy V0 minusz műször G-szer T fékezés a négyzeten. Jó, akkor ezt végezzük el, ezt a négyzetemelést, és majd utána beírkálom a számokat. Műször G-szer R egyenlő V0 négyzet, mínusz 2-ször V0-szor műször G-szer TF, és plusz mű négyzet G négyzet TF négyzet. Akkor a műstagot azt ide gyűjtöm. Kezdjük a műnégyzetes taggal, ugye nulla. A műnégyzetes tag az úgy néz ki, hogy G négyzet TF négyzet. Ugye ez az ismeretlen, minden más elvileg tudok, csak még nem írtam be. Igen, itt van a műnégyzetes tag, és akkor a műstag, amit majd kiemelek, ez is mínusz lesz, úgyhogy akkor mínusz az egész. Van itt egy 2V0GTF, és akkor plusz GR mű. És még van egy plusz V0 négyzet. Rendben, ide akkor fölírom, hogy ezek mik. 1,6 a négyzeten, szorozva 9,8 a négyzetennel. Hát remélem, ezt megtalálom valahol. Kétszázötvenhat műnégyzet. Most a mértékegységeket azt lehagytam. Jó. Mínusz 1000 mű plusz 625. Jaj. Ez jön ki. És akkor mondjuk, nem tudom, csináltam olyat. Szeretném ilyenkor beosztani azzal, ami ugye a... Nem csináltam. Itt, hogy ez egyesügyen az át. Ugye akkor a műre két értéket kaphatok, mínusz B, 1400, ugye az 16-on, mínusz 4AC, kettőt mondnak, ugye 1024 talán, igen, ha mindegy,
És ebből a számológép hiányában nem fog kötyögni, 0,781 meg 3,125 jön ki. 0,781 3,125. Na miért hoztam alá az egyiket és miért a másikat? Most ha valaki ugye nem ilyen automániás, hogy tudja a súlyozásítatókat, hogy mennyi észszerű, meg mennyi nem. Ugye hát azért a hálózatítások lenne, még folyamegyes kocsinál is, vagy ahhoz képest is. Ez a 0,781 jó. Ugye most itt egy négyzetes egyenlet jött ki a műre. Az egyenlet az nem tudja, hogy minek van értelme fizikailag, meg minek nem. Csak ennek az egyenletnek egy megoldása. Ennek az egyenletnek ez a nagy szám is megoldása. Viszont semmi értelme nincsen. Egyrészt nem csak azért, mert ez túl nagy ugye egy kocsinak, hanem hogyha beértesítenénk ide, hogy milyen sebességgel érkezik a kanyarba. Ha ilyen nagy lenne ez a mű, már olyan, annyira lassult volna idáig, hogy már mínusz sebességgel lenne, tehát már annyira úgy lelassult, hogy már visszafele jön. Jó, tehát eleve behet visszaértesítve nem ad értelmes dolgot. Tehát az első a jó csak. Oké. Na ez egy érdekes feladat, meg hasznos is ezt érteni, hogy miről van szó. Tehát először ugyanaz a gyorsulás a lassításhoz van használva, ugye a gumi nagyságát tekintve műszörgé gyorsulást tud biztosítani, ha nincsen extra leszorító erő, vagy valamilyen plusz, mondjuk egy makett autót, ugye így pluszba tud valaki nyomni lefele, vagy madzaggal húzni fölfele, vagy ilyesmi, tehát a kocsinak csak a saját súlya nyomja itt a talajra, akkor ez a gyorsulás van, ezzel a gyorsulással lehet fékezni, esetleg lehet gyorsítani, hogy ezzel a gyorsulással lehet kanyarodni, tehát a gyorsulás nagysága az egy tud lenni. Először fékezésre használjuk, aztán a kanyarodásra. És természetesen azzal a sebességgel kell számolnom a centripetális gyorsulást, mint amennyire le tudtam lassulni a kanyar elejéig.